A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és a Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány közös szervezésében tartott egészségnapot. A diákok előadásokat hallhattak különböző témákban, például drogprevencióról vagy az internetfüggőségről. Dr. Horváth Esztertől, az alapítvány kuratóriumi elnökétől megtudtuk, az egészségnap legfontosabb része a véradás volt. Nagyon nagy gerincét képezi ennek a rendezvénynek a véradás. Itt karácsony közelettén kértünk mindenkit, hogy adjon vért, amivel akár 3 életet is megmenthetnek. Hál' Isten ez értő fülekre talált a szülők és még a pedagógusok körében is, mert nagyon sokan adnak itt jelen pillanatban is vért ezen a rendezvényen. Szógrádi Gáborné igazgatóhelyettes úgy fogalmazott, az iskola több éve működik, mint ökoiskola, és úgy látják, hogy a környezettudatosság mellett az egészséges életmód is ugyanolyan fontos. Ezt az oktatásban is kihangsúlyozzák. Már első osztálytól ez tulajdonképpen beindul az osztályfőnöki órák keretében, de nem csak az osztályfőnöki órán, hanem valamennyi tantárgy vonatkozásában szó van az egészséges életmódról. Minden évben egészségnapot szervezünk, ami a mostani, ez egy kiemelkedő, mert egy egésznapos egészségnapot sikerült így megszerveznünk. Bárki, aki részt vett az eseményen, különböző szűréseken vehetett részt, legyen az koleszterin szűrés vagy vérnyomásmérés, de teákat és gyógykészítményeket is bemutattak az érdeklődőknek.